Kedves testvéreim, az alapíge, amely alapján szeretném a karácsony evangéliumát meghirdetni, egyetlen egy bibliai versben van megírva. Ez az evangélium evangéliuma, ezt meg is lehet jegyezni, vagy az evangélium szíve, ez a János 3.16, nagyon sokszor így is lehet hallani, hogy a János 3.16, de most lehet velem együtt olvasni. Kicsiben van, de talán lehet látni, így szól az íge. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a mostani alapígénk. Ha valaki egy távoli planétáról, egy idegen lény, egy idegen létforma, egy értelmes létforma leszállt volna egy űrjárművel tegnap este, akkor azt tapasztalta volna, hogy a világ föl van díszítve. Azt tapasztalta volna, hogy csillagszóró, a gyertya, és mindenféle díszek világítanak, és valahogy az emberek mosolygósak, szeretetből adnak ajándékot, énekelnek, jókat vacsoráznak. Valami ünnep van, gondolná az idegen, és jól gondolta volna. De ha megállított volna valakit, és azt mondta volna, hogy ez milyen ünnep, és mondták volna, hogy karácsony, és megkérdezte volna, hogy mit ünnepel az emberiség karácsonykor, hát akkor különböző válaszokat kapott volna. Állítólag egyetlen egy csepp tengervízből be lehet azonosítani azoknak, akik értenek hozzá, hogy ez melyik tengerből való. Hát azokból a válaszokból, amiket kapna ez az idegen, hogy mit is ünneplünk a karácsonykor, részben lenne valami beazonosítható a tengerből. Hadd mondjam és idézem a definíciót, a meghatározását, ahogyan mi gondolkodunk a karácsonyról. Szeretet ünnepe, mondják. Mások azt mondják, az ajándékozás ünnepe. Tovább azt szokták mondani, a család ünnepe. Van, akik szerint ez a fenyőfa ünnepe. Ugye érezzük, hogy valahogy, ha van is benne igazság, de nem az igazi. Milyen jó, milyen nagy áldás, hogy nekünk ezen nem kell gondolkodni. Mert a legilletékesebb saját maga mondja el, hogy mi a karácsony, testvér. Nem kell gondolkodni. Nem kell ideákat, izmusokat, vagy bármit kitalálni. Nem kell megfejteni a titkot, mert nem titok. Hiszen az ünnepelt, akiért van a karácsony, saját maga a következőképpen fogalmazza meg, hogy mi a karácsony? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a karácsony. Ennyi a karácsony. Többet, nagyobbat, szebbet nem is lehet elmondani.